Ennek a videónak a célja egy gyors talpaló, amelyik az átméretező eszköz használatát mutatja be, azért, hogy a feladatban, hogyha ez még nincs meg, akkor a gimpel gyorsan át tudj méretezni rétegeket. Emlékszel ugye, hogy a kép átalakítás eszközök azok az egész képre vonatkoznak, tehát az összes rétegre. Nekünk most egy rétegeszköz kell, például az átméretező eszköz, amelyikkel majd ezt az inas képet át fogjuk alakítani. Már meg van nyitva, Ctrl-A, Ctrl-C, átmegyünk ide, és Ctrl-V-vel beillesztjük, mint réteget. Teljesen mindegy, hova illesztette ezt a réteget, mindenféleképpen új réteget kell belőle csinálni, hiszen a beillesztett réteg egy lebegő kijelölésként jelölik meg először. A rétegek között mozgatva előbb-utóbb rájössz, hogy akkor látszik az inasod úgy, ahogy nekünk kell, hogyha a két már előkészített réteg között található. Mivel ez egy feladat része, ebből az okból kifolyólag, aki csak ezt a videót nézi meg, annak mondom, hogy gyakorlatilag ebből a rétegből indultunk ki, kivágtuk a fehér részeket középen, és így jött létre ez az átlátszó képpontokkal található keret. Ezen a kereten keresztül most már látszik az inas, tulajdonképpen innentől fogva ennek a rétegnek szerepe itt már nincsen. A réteget viszont át kéne méretezni, hogy egy kicsit jobban látszódjon maga az inas. Ehhez az átméretező eszközre van szükségünk. Eszközcsoportban találod, tehát itt lesz majd a forgatás, nyírás, tükrözés, stb. A tükrözésre egyébként szükséged lesz. Váltani úgy tudsz ezek között, hogy vagy a billentyű kombinációt használod, amelyeket egyébként is ott látsz, vagy pedig a balegérgomb nyomvatartása mellett nekiállsz, és azt mondod, hogy kiválasztod a méretezés eszközt. Ezek után rá kell kattintanod bejelölt rétegen, hogy ezt szeretnéd méretezni, ekkor megjelenik a méretezés panel. Az első, ami nagyon fontos, hogy a képeket mindig méretarányosan méretezzük, nem akarjuk őket torzítani. Most megmutatom, sosem senki nem akar egy ilyen képet látni, és különösen saját magáról nem. Ctrl-Z-vel visszavonom az eredeti állapotba, hozom. Tehát kapcsold be a méretarányok megtartását. Ezek után, akár kézzel beírva, hogy mekkorára szeretnéd átméretezni, akár pedig a sarkát fogva balegérgomb nyomvatartása mellett az adott rétegnek tudod méretezni a réteget. Amikor a réteged akkora, amekkorára szeretnéd, a közepénél fogva tudod mozgatni, itt már látszik, hogy a kereten belül vagyunk, de még nem látszik a átlátszó képpontok, tehát gyakorlatilag nagyjából ez a képméretünk tökéletes. Ha készen vagy, azt mondod, hogy átméretezés, és már is a képünk a nekünk mintaként megadotthoz hasonlóan a képkeret mögött megfelelő méretben látszik. Tükrözés, megmutatom itt, hiszen a feladatban még ez is szükség lesz, a balegérgomb nyomvatartás, tükrözés, rákattintasz az adott kép, és megtükrözi vízszintesen. Miért pont vízszintesen? Mert itt van a tükrözés eszközbeállítás, és itt van beállítva, hogy vízszintesen tükrözze. Függőleges tükrözés esetén a kattintás után fejreállítja az inast. Ha tetszett, légy szíves egy lájkkal jelezd, és a feladatban használd fel ezt a tudást. És jó munkát kívánok!